Többek között Miskolcról, Nyíregyházáról és Esztergomból is érkeztek diákok Mária Pócsra az Emmanuel Zarándok Központba. Érettségizők zarándoklata címmel szerveztek végzős középiskolások számára rendezvényt. Az esemény célja az volt, hogy az érettségi előtt álló fiatalokat közelebb hozzák egymáshoz. A mai napon 10-11 oktatási intézmény portfólióját látjuk, ezek között van hagyományos gimnázium, hagyományos, most már azt mondhatnám, hogy szakközépiskola vagy szakgimnázium, tehát maguk az intézmények is nagyon különbözőek. Ami összeköti őket, az most ebben az esetben a görögkatolikus egyház, mint fenntartónak a jelenléte, de ez gyakorlatilag az oktatási struktúrát alapjában véve nem változtatja meg. Tehát nem szabad attól félni, nem szabad attól megijedni, hogy egy egyház intézményben mást tanulnak. Tehát szakmailag azt lehet mondani, hogy egy jó intézmény, amelyeket átvettünk, vagy amelyeket a kezünkbe vagy közel kerültek, szabad így fogalmazni. Az oktatási jellegük nem nagyon változott, én úgy tudom. Az oktatási intézmények jelentős százaléka ugyanis egyházi kezelésben van. A diákok szerint így nem csak szellemileg válnak éretté, hanem egy stabil lelki támogatást is kapnak a tanároktól. Ez pedig fontos a továbbtanulásuk szempontjából is. Pont egy év telt el azóta, hogy minket így átvett ugye a görög katolikus egyház, és igazából csak ilyen pozitív dolgokat tudnék így emellett felhozni. Tehát nagyon sok támogatást kapunk így az egyháztól, és nem annyira drasztikus változások mentek végbe, mint ahogy azt így nagyon sokan gondoltuk. Tehát nincs ránk erőltetve semmi olyan dolog, amit mi nem szeretnénk, és nagyon barátságosan kezelnek minket, és inkább támogatnak abban, amit mi szeretnénk így elérni. Úgyhogy igazából így pozitív. A pályaválasztás és továbbtanulás kérdése mindig fontos és nehéz kérdés a fiatalok számára, különösen akkor, ha valamiért egyházi iskolában tanulnak. Vannak azok a iskolások, akik azért vannak vallásos iskolában, mert ők maguk szeretnének oda járni. Ők egy nagyon kiváltságos helyzetben vannak, mert egy olyan környezetben tudják nevelni, építeni a hitüket, ahol társal elnek. Vannak viszont azok a diákok, akik valamilyen oknál fogva belecsöppentek ebbe, vagy pedig valamiért oda küldte őket a családjuk. Ők viszont azok, akik ilyen kettős életet élnek, hogy nem mindig lehet tudni, hogy ők most ezt csak azért vannak itt, csak azért csinálják, csak azért mennek, mert nekik ez a kötelességük, vagy azért, mert szívből jön. És ők vannak egy ilyen nem elég stabil helyzetben, és őket lehet szerintem egy ilyen rendezvényen úgy megfogni, hogy megmutatni nekik, hogy attól, hogy vallásosak vagyunk, nem vagyunk bezárkózva. A rendezvényen mind a diákok, mind az előadók és munkaadók egyetértettek abban, hogy ha valaki egyházi iskolában tanult és nevelkedett, az pozitív hatással van a lehetőségeikre az élet bármely területén.